Szervusztok, szép jó estét! Üdvözlök minden KSP rajongó srácok! Na hát akkor újfent RSS Real Solar System. Mocskos melegbe. És elsőként azért körbenézünk a szerveren. Azt hiszem így jó lesz a kép. Na szóval srácok! Vissza a csetet, vissza a játékot, és megnézzük, mi van a szerverem. Lejárt egy-két napra, de azóta az már vígan fut újra. Hello Péter, örülök, hogy itt vagy. Na jó, tényleg. Ottan a kedvetekért. Ó, basszus, még valamit látok is. Úristen! Szervusz Gábor! Na. Hogy néz ki a kopasz? Aki letanár, bácsizik, ki van rúgva. Kár volt mondani. Szóval. Egy pár perc késés, most azért adott, hogy gyerekeknek volt egy fulladási rohamom. És hát tök jó volt. Na nézzük, tehát van egy HTV nevezetű valami, ami szuborbitál. Coaxis 684, periapszis 174, akkor az nem szuborbitál. És van egy tervezett manővere, ami már 5 napja lejárt. Na nézzük, mi az a... A HTV az a japán... Egy ilyen teherűhajója, jól tudom. Tehát ez egy teherűhajó lenne a Holdra, gyerekek. Illetőleg nem tudom ki, mert nem értem meg ilyen nevét. De... olyasminak tűnik. Nézzük, mit tartalmaz. Az egy üzemanyagot, de hát nem túl sokat. Illetőleg egy dokkoló. Tehát tulajdonképpen igen, ez egy teherűhajó lenne. Szegényként, de hát úgy látszik itt ragadt, nincs benne elegendő üzemanyag. 2300 nincs benne elegendő üzemanyag, tehát most itt ragadt, azt vissza kell zuhantatni majd gyerekek a földre. Hogy égjen el. Illetőleg ugye van egy űrállomásuk a srácoknak. Utad Év és Gábor épített egy űrállomást. Van egy csillagközi műhold mindenkinek. Ezzel már van kapcsolata a Marszondámnak. Amivel nem tudom még mi lesz, nem sok üzemanyag van. És van üzemanyag még benne, de nem tudom, lehet, hogy egy pár keringés után mégiscsak összejön neki a mas. Ellenben Spencer, van egy leszálló kabin a Holdon. Van egy leszálló kabin a Holdon. Nézzük meg. Pillanatnyilag egyedül vagyok a szerveren. Ha valaki már leszállt, úgy látszik a Holdon. Tehát van egy sikeres Holdra szállás, gyerekek, gratulálok. 2 Kermannal lenne a Holdon üzemanyag. Üzemanyag 2600 m/s, ez még elég lehet.
Még elég, szerintem. Egy alacsony orbitra. Illetőleg ebben mi van? Ó, műszerek! Zesuti! Jó, prima gyerekek, prima nagyon. Illetőleg ugye egy dokkoló, meg ez a ruszki féle nagyon érdekes antenna. És egy zászló is van ott a Holdon, gyerekek. Szóval valaki nagyon ügyesen, sikeresen leszállt, és 13-szor indítható még a hajtóműve. Ellenben a gimbált, ha lejjebb veszi, azt ajánlatos. Jó. Még egyszer a Taking Station-be. Nézzük meg. Mik vannak még? Illetve nekünk is van ugye egy állomásunk még. Apollo Program Dév. Nézzenek oda, gyerekek. Aha. Apollo Program. Lessük meg. Mit akar az Apollo Program? Aha. Itt van egy lander. Ez itt full Apollo Program. Illetőleg egy űrhajó, egy anya űrhajó. Na, ez érdekes lesz. Ez nincs benne elég üzemanyag. Azt már innen lehet látni sajnos, ez földkörüli pályán van, Elég jó az orbit, de viszont mocskos szögeltérés zár be a Holdhoz képest. Tehát ha megadom neki a Holdat, akkor 29 fok a szögeltérés. Hát a felszállásnál, amikor felszállt valaki ezzel, akkor nem vette figyelembe, hogy rögtön már a Holdnak a pályájára kell állni, hanem képkeneverebből egyenesen felszállt. Jó, és itt a HTV. Azt hiszem ezt akarták összehozni randevúra. Na mindegy. Jó van, srácok, dolgozzatok csak szaporán. A lényeg az, hogy örülök neki, hogy van aktivitása a szerverem. Szevasz, anya! És mi akkor szépen menjünk vissza ugyanerre, csak ugye a saját verziónkra. Na, szóval legutóbb ugye sikerült eljutatni nagy nehézségek árán a leszálló egységet a marsi állomásra. Marsi? Tényleg nem vagyok magamban. A Hold. Mi van? Mi van? Mit nem tudott ezt betölteni? Na jó fene, egye meg! De most frankon, tehát itt mindjárt hülyét kapok. Nagyon úgy nézem, hogy valami baja van a játékban, gyerekek. Ezt szeretem egyébként. Akkor most szépen törölt nekünk minden járművünket, ami eddig benn volt. De kurva jó! Igen, törölt minden járművet. Tök jó. Ennek roppant mód tudunk örülni. Volt mentés, nincs mentés. Szétbaszta a régi mentést ezzel. Tök jó. De mit hiányol, basszus? Hát hozzá nem lett nyúlva a játékhoz. Tehát kurva jó. Megmaradtak a kommunikációs műholdak. Az sem mind. Jaj, ott van a másik kettő. És eltűntek a járművek. Eltűnt az egész űrállomás minden tereputtyal együtt, úgy, ahogy van, gyerekek. Kezdhetünk mindent előről. Na jó.
Hát ez óriási. Na nézzük. 53 van. 1953. Hogyha a Földről indulunk a Marsra, és most, akkor 6600 méter per szekundon kell hozzá. 6600 méter per szekundon. Két év múlva van indítási ablak. Két év múlva van indítási ablak. Ugye? Nem. Több mint fél év múlva van indítási ablak. Ez jó. Tehát több mint fél évünk van. Ellenben hát kezdhetjük előről, gyerekek. Ennyi. Hello, Ogi. Hello, Scrappy. Örülök, gyerekek, hogy szépen gyűlünk. Tehát magyarán a játék fogta magát, és valamiért úgy döntött, hogy nem, valami elem hiányzik, de hogy melyik nem tudom, mert ugye előbb voltunk fönn a szerveren, tehát tulajdonképpen kubára meg kéne mindennek lennie. De az képest most csinált egy ilyen anomáliát nekünk, tehát hú, de örülök ennek az Anna Máriának, gyerekek. Mondjuk úgy teljesen fel vagyok ám dobva. Na jó, akkor töltsük be az űrállomást, már ha képes betölteni. Holdbázis, tessék, azt mondja, invalid part. Bazd meg, milyen invalid partról beszél, amikor benn van minden, ami kell. DM Scope. Mi van ezzel a DM Scope-pal? Ez szerintem a Tantaresben van. Na jó, gyerekek, én ezzel nem látok semmit, mert ez ilyen viccnek van. Jó, remélem a hordozóink megvannak. Jó, 5 méter SR third stage, SR third stage. Jó, azt mondja. Na. Akkor újra kell csinálnunk az egész pereputyot. Tehát egyszer egy űrállomásra van szükségünk. Hogy is legyen. Hogy is legyen, kell egy 2,5 méteres vacok hozzá. Azt mondja, hogy van egy mobil laboratóriumunk. Okés, jó, egyszer. Azt mondja, ebből kikapcsoljuk a giroszkopikus stabilizátort teljes mértékben, hogy ezzel ne legyen probléma. Jó, viszont adunk neki egyet. Jó kis kerbálosat. Illetőleg erre fölkerül egy dokkoló portocska nekünk. Ez nem ő. A jó kis kerbálos jelegek, jó az. Teljes mértékben. És jöhetnek a dokkoló portok. Egyelőre, illetőleg hát kellene még rá üzemanyag.
energia, stb. És lehetőleg 20 tonnán belül kéne maradni, de egyelőre nagyon jól tartjuk ezt a súlyhatárt. Jó, és ez egy 2,5 méteres egység. Hát ezt nem akarom rátenni. Illetőleg megbízható tartvány gyanánt ezt föltesszük. Köszi, nagyon sajt, de jó. Sület üzemanyag tartány. Ra. Hajtómű. Na nézzük. Azt mondja, erozi menti jó. 10 kN 24-szer indítható. Mink van még, ami 24-szer indítható? Még véletlenül sem ő. Kerozin oxigén. Ez 24-szer indítható, tisztán nitrazinnal működik. Szóval kerozin oxigén. És emlékszem, hogy mi volt az, ami kerozin oxigén. Majd csak egyszer indítható. Ennek nincs alternatívája, ennek sincs más ellenben, úgyis a kevés szerindítható. Hát maradunk ennél a hajtóművél, úgy látom. Jó, illetőleg valami áramvonalazó kubszerűség kellene rá, legalábbis nem ártana. És erozin menti üzemanyaggal. Megtoljuk a szekeret, 0,33. Jó. Hát ők most kénytelenek leszünk még egyszer eljutatni. Szegény, szerencsétlen holdra. És akkor ide teszünk még egy üzemanyag tartályt. Elég lassúak leszünk ezzel, de mondom őszintén, ahová elértük a 20 tonnát. Ó, banyege! Elértük a 20 tonnát, és tulajdonképpen mindjárt meg is haladjuk. Jó, akkor azt csináljuk, hogy ezt kizárjuk, ezt a tartályt elhajítjuk, és így. Így is van 3700 méter per szekundum, és éppen hogy. Egy kicsit túl fogjuk lépni sajna-bajna a 20 tonnát, viszont teszünk föl még üzemanyagot, hidrazint, de akkor a kisebbiket tesszük föl, az 500-ast fogjuk. Az 500-asból fogunk föltenni. Ebből teszünk föl majd hidrazint, és megnézzük, hol a tömeg középpontunk. Ha. Na nézzük, azt mondjuk, tulajdonképpen ővel dokkolni én nem szeretnék, de középpontja esetleg egy nagyon kicsit följebb is fog majd vándorolni. És alapból akkor hidrazunk. Jó. Ezt visszaveszik 50-re. Így. Jó, hát tulajdonképpen ő így jó lesz nekünk valamilyen szinten. Mennyivel egy tonnával léptük túl a 20 tonnát. És energia, napelem, blablabla. Hát azért még van mire dolgoznunk, úgy látom kezdhetünk tényleg mindent előről.
nagyon-nagyon nem jó. Hát mit tegyünk? Jó. Szóval vannak ezek a nagyobb fotovoltaik, 24,3-at tölt, ez túl nagy. Ez 30-at, még nagyobb. 24,3-at, 9,7-et. Ez jó lesz ezen a felen. Jó. Oké. Vissza is zárjuk mindjárt egyből. Illetőleg radiátor sem ártana. Mert ez kicsit lehet nagy. Szerintem ez bőven elég lesz. Nem, köszönöm, kell négy. Illetőleg van ez a fajta radiátor panel. Csináljuk. Szerintem csinálunk egy olyat, hogy így. És elfelejtem beszorozni. Jó. Van radiátorpanelünk, van üzemanyagunk, és elértük a 22 tonnát a fenébe. Vagy azt csináljuk, hogy például lelopom az üzemanyagot, és marad benne 2500, és akkor viszont nem ebből kéne. 1200 erozint kéne durván akkor innen lelopni, és akkor megvagyunk a 20 tonnánál. 20 tonnák vagyunk akkor is. És van még akkor is 2500 méter per szekundum. Hát, hogy mondjam, ez így jó. Egyelőre energia nincsen még. Energia nincsen még, tulajdonképpen akkumulátorok nincsenek. 1200-4000. Nagy a méret, az a baj. Nem is jó ez is. Így viszont már kellemesebb. Kicsit azért behagyjuk. Betolnám, haló. Azaz, azaz, megvagy. Betologatjuk oda. Na, energia szempontjából tulajdonképpen full kész van a
a holdbár, holdállomás. Viszont én mindig nincsen rajta. Na nézzük, mit írogattok. Hello, Ogi. Kerbe kötelező? Nem kötelező, gyerekek. Hopp, az kiderült, hogy mondtad, hogy nem tudom, fogalmam sincs. Nem néztem vissza, gyerekek. Nem tudom. De minden az elején, de annyit visszanéztem rögtön az adás után, hogy az elején minden stimmelt. A megkezdéskor minden stimmelt. Ennyit tudok mondani. Szokott ilyeneket csinálni, Ádi, most nézzétek meg. Most közölte például, hogy hiányzik egy elem. Pedig az előbb simán fönn voltunk a szerveren, tehát mindennek meg kéne lennie. És erre fogta és kitörölt az eddigi játékok. Mindent, tehát full faszal. De ilyen Kelvin Erzum csodái. Kicsit hangos a zene. Jó. Egy pillanat. Kicsit hangos a zene. Így. Szerintem így jó lesz most már a zene. Inkább a mikrofonnal gyenge. De nem baj. Na. Szóval vissza a csetet egyszer. Jó. Illetőleg. Szóval van egy újabb űrállomásunk, amit el kéne zavarni a holdra, és 20 tonna a súlyunk, egy picivel több, de még ez szerintem itt belefér, illetőleg némi műszerezettség is kellene még, de ez lehet, hogy a következő fejezetbe fogom rátenni. Na jó, antenna. Tehát kéne valami normálisabb antenna. 0,01 a súlya. Elgondolom, hogy én fogalmam sincs, mi az, ami hiányzik. Tehát amit nem mutat a játék, hogy itt kéne, hogy legyen. 0,07, 0,01. És ez is jól működik. 10 mega, 100 mega. Ennek kisebb a hatótávja. Adatátviteli sebesség, 2 megabit per szekundum, az ugyanaz. 5,71 megabit per szekundum, ez 3,33 megabit per szekundum. Nem olyan jó, de ez a legkevesebb probléma. Jó. Akkor nézzük, hogy ebből most tényleg csak 2-t fogunk föltenni. Jó, ez itt tök jó. Illetőleg némi műszerezettséget azért nem ártana fölpakolni, és hagyom ezeket a tantareszes dolgokat most egyelőre. Úgyhogy a klasszikus eszközökből fogok fölcuccolni. Hőmérőnk. Mindenből 2-t egyébként. Hőmérő, és a Mystery Woo. Jó, túloldalt is van belőle még egy, úgyhogy ez így jó lesz. Illetve ha van antennánk, van minden, most már tulajdonképpen csak a világítással is kéne egy picit törődni, de... Felezzük a méretét. És megnézzük, mekkora fényt szór, de szerintem túl sokat. Úgyhogy kicsit visszábeszünk a fényből. Nem jelen sokat. Kicsit a melegebb fény lesz, jó. És off. Jó. Oké. Na, szóval elvileg ő megvan nekünk most. És
20,4 tonna. Hát ginci-fincivel léptük túl a dolgokat. Na nézzük, azt mondja, milyen elemünk van. SLS plus third stage. Kerozin oxigén van benne, ami ugye mondtam nektek szökik. Így felé, stb. Jó. Tehát indul ez a négy hajtómű, és ő meg nem. 14.000 méter per szekundumunk van, ezzel elmegyünk a Holdra. Indul ez a fokozat, teljesen jó. Elhajítjuk ezt az elemet. Indul ez a hajtómű. Eldobjuk azt az elemet. És itt van a atmoszférában indulunk 1.76-tal. Nagyon jók vagyunk. Na már majdnem jó. Egy inci-fincit kell még följebb. Így, és ezeket kell eltüntetni, ezek nem jók. Ez mind kiderült, ezek nem igazán működnek nagyon jól. A gimbát itt lefelezzük. Itt már elevelem van. Azt mondja jó, és a hagyományos klasszikus kis jó kis lancs stabili eszközünket fogjuk alkalmazni. Viszont a utolsó fokozatban, a third stage-be több oxigén van, gyerekek, mivel fogy az oxigén. Szökik az oxigén, ez a real hajtóművek és üzemanyag miatt van. Illetve meg kell nézni, minden fokozatban van-e üzemanyag. Nehogy úgy járjunk, hogy valamelyik esetleg nincs rákészítve arra, ami kell bele. Jó, hát itt ezekben a tartályokban folyékony oxigén van, kerozin folyékony. Némelyikben folyékony oxigén, mert az szökik ugyanis, és hidrazinból nem túl sok, de van. Úgyhogy őt most elvileg mentjük, a kermanoknak kirakjuk a szűrét, jó, nincs benne kerman, és akkor megpróbálunk kemenni a Holdra. A reflektort nem raktál, az hiányzik, dehogy nem raktam. Úgy, mint inkább szerintem a mikrofon gyenge, de minden attól függ kérdése. Szerintem nem hangos. Én hangosabb vagyok, mint a zene, azt látom. Tehát, ha beszélek, hangosabb a hangerőm, mint a zené, gyerekek. Illetőleg vissza a csetet. Na nézzük. Tehát beállítjuk akkor új fent a Holdat, Rendezvous Moon, jó, és látom, hogy 56 fok, és csökken, ami nekünk nagyon jó. 50, menjen gyorsan, kicsit lassabban, pörgesd nekünk az időt. Most már nő, most már nő. Faszki. Na nézzük.
Ó, de jó az indítási sorrend. Hová lett ez a... Ó, hogy eltűnt. A jó... Ó, fene. Mert úgy látszik, a mai nap gyerekek nem fogunk sehova sem menni, hanem csak a hibákat javítgatjuk állandóan. Hát leszakadtak. Itt hirtelen eltűnt a összes fokozatunk. Autostart. Ez nincs bekapcsolva. Bizony nincs bekapcsolva. Jó. Nem, ezt. Ez igen, ez ehhez van. Na de, tegyünk rá akkor rögzítő csöveket. És az a biztos, ami biztos. És akkor nincs. Ó, de jó, hogy nem szoroztam meg. Engedd el, azaz. Szépen fölpörgettük magunkat a holdra irányába, és az indítási sorrendet rázzuk a gatyába. Jó, ez így jó, csak ez az, elvileg. Jó, megvan mind. Na nézzük, még egyszer, menjünk. Reflektort nem raknál reflekt, de hogy nem raktam, majd meg fogod látni. Na szóval, akkor újra felpörgetjük az időt. Jó. Tehát beállítjuk újfent a... Ó, be is van. Nem, hanem... Most lesz beállítva, igen. Tehát ugyanott tartunk, ahol voltunk, 56 fok a szögeltérés. Mi van? Mi ez? Kezdi megunni magát a játék, gyerekek, úgy látom. Látom, tényleg kezdi magát megunni a játék. Valami problémája van. Annak ellenére, hogy nem kéne, hogy legyen. Már halksebességen vagyunk.
nagyon megyünk. Ötven kilométerre föllökött minket a booster, nagyon jó. Van benne 2000 méter per szekundú. Ez elég jó. Majdnem 4000-ig elrepít minket az első fokozat gyerekek. Majdnem 4000 méter per szekundúra. Hello Dominik! Azt mondja 17 másodperc. Majdnem 4000 méter, vagy 4000 méter per szekundum lesz ebből. Mindjárt kiég az első fokozat. Ez azt mondja, most nem mutatja, hogy mennyi ideig fog működni. Lehet, nem raktam be billentyűkre különböző funkciókat, de mivel ez egy űrállomás, annyira nem lesz neki probléma. És itt vannak a reflektorok, gyerekek, látjátok? Vannak fények, nem is kicsi. Tudom, hogy ez, hiszem ez is kétszer, még egyszer indítható, úgyhogy a relatív inclination 0,2 fok a Holdra, úgyhogy teljesen jó. Abszolút jók vagyunk. Próbáljuk beelőni a magasságot is. Kell 3000 méter per szekundum a Holdra, úgyhogy annyi még szerintem nem is lesz gond. Illetve az orbitot kell még összehozni.
már 6000 méter per szekundummal megyünk. Illetőleg itt létrehozzuk az orbitot. Apoapsison. A szögeltérésünk egész kellemes, 0,2 fok. Hát nem egy olyan rossz dolog az. Ez már sok. Egy kis sok. Ez viszont bőven jó. Ebbe oxigén és kerozin üzemanyag van, azért van több oxigénünk, mert szökik az oxigén, gyerekek. És figyeljétek meg, itt van az oxigénnek a mennyisége, 23506. 16 másodpercig gyújtás kell nekünk, úgyhogy nézzük a 23500-t, tehát ilyen rövid időben is be fog jönni. De már csak 505 van, látjátok. 20-10. Tehát már csak 23505 a folyékony oxigén. Tehát csökken a mennyiség. Azért is pakoltam oxigénből egy picivel többet. Jó az az orbit, teljes mértékben, majdnem egyforma, úgyhogy tulajdonképpen teljesen mindegy, melyik felén hozzuk létre majd a gyorsítást. Tehát cél a Hold, és ez körülbelül majdnem a periapszis, de itt van mini a különbség. Tehát van 2700 méter per szekundum, körülbelül 3000 kell a Hold eléréséhez. Jó, azt mondja, 28000 kilométer. Jó. Jó. Hoppá. Jó. Ha belüljük pontosan a magasságot, illetőleg akkor ráállunk erre a pozícióra, és megnézzük, hogy mit mond a Kerbal Engineer Relax. 6,5 perc gyújtást mond. Ugye ebből ez az utolsó űrállomási fokozatnak a 4 nagyon gyenge hajtóművel lesz a probléma, de nem baj. El fogunk jutni vele a Holdra, ez a lényeg. Ugye ő 5 perc 20 másodpercet mond, de nem kalkulálta, nem tudja belekalkulálni itt még a játék, hogy ez a fokozat ennek teljesen más a üzemanyag igénye. Ezt viszont ki is kapcsoljuk, hogy ne menjen át itt üzemanyag véletlenül sem. Jó. Na, azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs más hátra, meg kell várnunk ezt az időt, 31 perc.
Öpsza. Jó. És itt vannak a fények, gyerekek, mint látható. Gyönyörűséges fényeink vannak. Elektromos energia egész jó, töltünk vissza, hogy megy a hajtómű. Full. Full a full. És mivel most ezen az úton most elhasználjuk a teljes üzemanyagkészletét ennek a tartálynak, valószínűleg több oxigénünk fog maradni. Marad benn valamennyi kerozin is, mert egy minimális mennyiséggel, százalékos mennyiséggel számolja a reális üzemanyagot, mert a valóságban mindig marad valamennyi üzemanyag. Mert benne marad a csőrendszerben, olyan helyeken, ahol tulajdonképpen kifogyaszthatatlan. És ő ezt a mennyiséget is számolja. A minden egyes járműnél az kifogyaszthatatlan mennyiségnek mondják. Na nézzük. Jó, egész jól teljesítenek a radiátoraink. Rögtön utána föl is lövünk még egy űrhajót, hát többet is tulajdonképpen. Tehát kell egy üzemanyag utánpótlás. És már csak ebben a fokozatban van oxigén és kerozin, de oxigénből amúgy is többet égetünk. Kétszer annyit, mint kerozinból. Majdnem kétszer annyit. Látható 61 egységnyi kerozin megy el egy másodperc alatt, és 105 egységnyi az oxigénből, majdnem kétszer annyi, és majdnem. 60-40. Mindjárt kifogyunk, valamivel több oxigénünk marad most, de az nem baj. És maradt még, hát nem sok. Na, megy az utolsó fokozat, ez a 360 méter per szekundum lesz a kritikus, mert Hello Norbert, ez lesz még 3 perc majdnem, sőt 3 perc lesz. Ezek a hajtóművek még 23-szor indíthatók. Pályamódosításra ezek tökéletesen jók nekünk. Nem kell nagy teljesítmény. A többszöri indítási lehetőség sokkal jobb ilyenkor már.
Na még másfél, jó, majdnem két perc. És most kezd nőni az apoapszisunk 120 000 km. Még messze vagyunk azért a holdtól, de látjátok, csak 170 méter per szekundum van, és még csak az egyharmada van meg a pályának. Szép nyugodtan kivárjuk. A fékezés lesz még egy hosszú idő. Lehet, hogy több szakaszra fogjuk bontani. Jobban járunk vele. Még 44 másodperc. Hidrazinból elég sok van, azzal nincs is gond. Még 30 méter per szekundum, aztán belőjük a holdat, pontosan. Na nézzük, mennyi lett ebből az annyi. Azt mondja, hogy 3000 kilométer. Jó, 99 kilométer. Ez teljesen jó lesz nekünk, úgyhogy ott létre is hozunk mindjárt egy fékezést. Nincs adatkapcsolat. Nem nyitottuk ki az a... Baszki, nem nyitottam ki azt a francos antennát. Jó van. Na most már jó. Fenejje meg. Te végén lestresszelek. Teljesen. Benn vagyunk. Benn vagyunk a holdnak a jó pályáján. Hát a végén 105 kilométerre módosult ez a 99. Na nézzük. Csináljunk úgy, hogy 3 perces manőverek legyenek. Jó, egy 3 percesünk van. Jó, és következő alkalommal periapszisszal megint. Jó, akkor itt most beállunk ugye logikusan, mint mindig. Beállunk a manőver irányába. Jó, most stabil a jármű, és szépen ide varpolunk a manőverünkhöz. Ó, megjött a hold. Wow. Azt mondja, 19 másodperc.
disponível fúvók kapcsol. 10 másodperc. És már mennek is a hajtóművek. Ez egy 3 perces manőver, és elég rendesen le is veszik a apoapszis, tehát sikerül létrehozni az orbitot a hold körül. Hát simán Hohmann transfer az gyerekek. Periapsziszon vagy apoapsziszon hozunk létre manővert. Ennyi. Nem olyan bonyolult ez. Elég egyszerű. m/s az orbitális sebességünk, de lesz ez még úgyse. Na már megvan az orbitális pálya a hold körül, tehát már nem szökünk el. Illetőleg nem is tudom, hogy üzemanyagot tudunk-e vajon előállítani, van hozzá-e kifejlesztve bármi. Meg kéne nézni, hogy most ebben a verzióban a üzemanyag előállítás hogy működik. Na még egy perc. Mindjárt le is jár a manőver, gyerekek. Mindjárt megvan. Igen, kis hajtóművel is tökéletesen végre lehet hajtani ezeket a dolgokat. Az egy kicsit tovább tart, kit érdekel. Nem sietünk sehova, nem megyünk moziba. Nem megy a vonat. Repülő se indul. 10 m/s. Egy hajtómű leáll. Jó. És tervezünk még egy ugyanilyet erre a pontra. 16 fok az inclination. Ezt is meg kéne változtatni. Szerintem így körülbelül durván. Nagyjából majdnem ugyanaz a... Ja, ez nem az a pálya, bocsánat. Ha, ez nem az a pálya. Jó. Tehát akkor nem foglalkozunk ezzel a 16 fokos inclination-nel. Csupán csak lehúzunk újfent 3 perc manővert. De lehet, hogy már annyit nem is kell. Ja, így bizony. És... Jó, 100 km/s a pozíciónk. Beállunk ide erre a dologra. És szerintem 6 óra múlva lesz ez a manőver. És
egész jól mutat a kis űrállomásunk egyébként. Na, jó van gyerekek, akkor most következik a szokásos 5 perc szünet, és akkor utána folytatjuk, illetve előkészítünk még egy járművet, és el is indítjuk, ami üzemanyag utánpótlást fog vinni ide, tehát az lesz a második modul, illetve lehet, hogy fölteszünk rá egy lakómodult még. Na, jó van, szünet.
Profin tudtok szájonról olvasni. Én úgy tudom. Jó. Most a három pont, gyerekek, de olyan rohadt meleg van, hogy más se veszem észre. Új kihívás, ez a challenge, gyerekek, így van. Néma a mikrofon. A mikrofon nem néma, gyerekek, hanem nem kapcsoltam be. A néma az a gyerek, akinek még az anyja se érti a izéjét. Na. Jó van, tehát itt van egy lakómódul, amit elkészítettem, próbáltam 20 tonnába tartani. Úgy lehet, hogy a kevesebb üzemanyag van benne, még így is bőven van benne, jó, 3700 méter per szekundum. Hát ez teljesen jó nekünk egyébként. Ő lesz a második, amit elküldünk. Úgyhogy... Ennyi. Valamivel kisebb, mint a másik. És akkor szépen föltesszük erre a rakétánkra. És reménykedem benne, ha már ilyen szépen sikerült ezt... Aha. Javítani kell mindenféleképpen. Tehát javít. Belefér a napelem? Bele, jó. És illetőleg akkor szépen fölemeljük újra az egészet. Na már nem sok hiányzik neki. Jöhetnek a jó kis rögzítő csöveg, ha már ilyen jó volt az a elem. Négyszerezünk. Ez az. És már jobban megy, hogy mit hol javítsunk ki. És ezeket a kis drágákat itt szépen fogjuk, és elhajítjuk a fenébe. Gondok vannak vele. Jó, és ide teszünk négy darabot. Egyszer. És kétszer. Na! Tehát az indítási sorrendet gatyába kell rázni. Először beindítjuk ezeket a hajtóműveket, és utána még a többi. Leválasztjuk a fokozatot. Leválasztjuk ezt a fokozatot, és beindul. Utána a következő hajtómű, aztán eldobjuk az airstreamet. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Na. Jó, tehát. Ez az utolsó decoupler. Antenna nincs rajta, a francban. Gyorsan fölrakunk rá egyet. De elég lesz ez a kisebb, ez nem relay antenna, ez relay, ez nem. Mm-hmm.
jó. Rajta van a két darab antenna. Jó, és 6,5 óránk van, és utána manőver. Hát gyerekek, meleg van, mocskosul. Kezdek nagyon pilledni. Ma is voltam dolgozni még, úgyhogy gondolhatjátok. Az sem baj, ha elmegy a manőver. Arrahoz hozzáadhatunk még egy pár kört. 20, nézzük, rendezvú és moon, és 37 fok is csökken, de jó. Most csökken vagy nő? Döntsd már el. És jó vagyunk. Ne izegjél, mozogjál. Azt nem szeressük. Megyünk 1000-rel, gyerekek. Nagyon jó a tolóerő-tömeg arányunk. Kilométer. Teljesen jól haladunk. Van még 3700 méter per szekundum van a következő fokozatban, ez jó tudni. Ez is majdnem 4000 méter per szekundum. RSS bizony, gyerekek. RSS, de Aero nélkül. Ez ugyanaz a játék, mint ami a szerveren van.
Most fogy ki az első fokozat. Eldobjuk a néző streamet. És max gázt adunk. Ez egész jó, mert 4000 méter per szekundumra föl tudott gyorsítani minket az első fokozat. Elég kellemes. Erre haladunk. Hú, lámpákat nem raktam erre. Ez a legkevesebb baj, a másikon van. Lassan megvan az orbit. Jó, ezt a hajtóvet még be tudjuk egyszer indítani. Nem túl sok kell neki. Ahó. Azaz. Gyerünk, hozzuk létre a manővert. Jó. Jó. Pont itt van az orrunkban. Én nem vagyok ebbe biztos, tehát ez 14,5 másodpercig működik, tehát kell egy kicsit majd a következő fokozat is, azzal nincs is baj, azt mondja, hogy 23,4 másodperc számoljunk, tehát 24, 12 másodperc előtte indítunk, 13-mal előtt indítunk. Nem is lesz ezzel baj. Jó. A vége előtt fogy ki.
40, 30, 20... Jó. Tehát 328-23. És most figyeljétek az oxigén mennyiségét, gyerekek. A folyékony oxigén 23117, tehát 117 van nekünk. Majd nézzük meg, hogy később mennyi lesz. Tehát 117. Ott a hold, meg kéne célozni valahogy. 0,3 fok a szögeltérés, nagyon jó. Annyira kicsi a különbség az apokalipszis meg a periapszis között, hogy itt tulajdonképpen mindegy, hogy hol hozzuk létre a manővert. Mert ez a épp a 10 km, ez nagyon semmi a valós méretekben. Elhanyagolható. Na nézzük. Haló? Wow! Itt én imádom az ilyeneket. Magától fejreáll a kép. Jó. Jó. Tehát 5 perc gyújtás. Tehát 3000 méter per szekundunk kell, nekünk meg van 2900, nem túl sok. Ez valamit rosszul számol, és azt a 4 perc 53 lesz a gyújtási idő. Ennek a fele a 2 perc 10 körül van, mert a második fokozatnak tovább, ennek a fokozatnak tovább kell működnie, mert lassabb a... Lassabb? A gyerekek már nem megy. Kisebb a tolóerőtömeg arányunk. Ennek nagyon jó a tolóerőtömeg aránya. Egy. Kicsivel több, mint egy. És mondtam, hogy nézzük a folyékony oxigén a 117 még mindig. Na, akkor ugorjunk el a... 100, lehet látni, 114, 113 üzemanyag mennyiség, a folyékony oxigén 111, 110, tehát szivárog az üzemanyag. Ez teljesen jó helyén van így, a valóságban is. Egyszerűen nem lehet megakadályozni, az oxigén ne szökjön. Ilyen szögdösös gáz. 10 perc. 7, 6, 5, 4, 18 másodperc múlva indulunk. Egy hajtómű. És megyünk ezzel is a holdra. Tehát szépen szögdösött a oxigénünk. Gyerekek, éppen azért pakoltam abból többet. Szépen daráljuk le ezt a sok ezer méter per szekundumot. Teljesen jó lesz ez. Ez a hajtóm azt hiszem 12-szer indítható. És már csak 10-szer, de tulajdonképpen itt ki is szolgált minket.
nem mondod, hogy most 14 percet mutat nekem, 14 percig kell működtetni a hajtóművet. Na, ez kicsit érdekes lenne. De elég intenzíven szágult vissza az az idő, úgyhogy... Na, majd mindjárt kiterül. Hű, gyerekek, mocskos meleg van. Most értük el a manővernód pontját, a manővertervező pontját. De úgy tűnik, hogy jó lesz ez. Kell fel a napocska, gyerekek. Szépen belementünk egy nap felkeltébe. Na, már csak 500 méter per szekundum. Na nézzük, oxigénből megint több marad. A kerozin lesz az, ami elfogy. Még ez a legkevesebb baj. Mindjárt kifogy. És ennek a tolóerő tömegaránya 0,21, és ez még egy perc. Hát egy picit túllépjük a időt, de nem olyan intenzíven. Teljesen jók leszünk. Kerozinból, NTO-ból több mint 6000-ünk van, és fog is maradni. Tehát után fogjuk tudni tölteni majd a űrhajókat, illetőleg a holdleszállót. Na, még 60 méter per szekundum. Hú, gyerekek, dögmeleg van, befüllett az idő a lakásban nagyon. És jön még, remélem, hogy jön ez a esős dolog. Azt mondja, is rosszul van, nehezen viseli. Hát még én azt hiszem 2-3 évvel ezelőtt, augusztusban volt ilyen, akkor csináltam a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Tehát 3 évvel ezelőtt, akkor készült a Hogyan csináljam sorozatnak a nem is tudom hányadik része, tizedik, illetve valahogy így, a hogyan építsünk repülőt. Hű. Na, szóval úton vagyunk a hold felé, de belőjük a beérkezési magasságunkat. A kisegítő hajtóművekkel, mert tulajdonképpen azok. A manőver hajtóművekkel. Ugye ezekkel is tudunk manőverezünk most tulajdonképpen. Ops. Jó, 100 km, 99 km. Jó, visszaugrunk a holdra, és megnézzük a eszközünket, mert szerintem manőverje lesz. Vagy ha volt is, akkor úgy csináljuk, hogy mintha most lenne. Tehát teljesen mindegy, mikor hajtjuk végre ezt a manővert neki. Azt mondja, hogy ő már lejárt 4 perce. Akkor annyit, hogy hozzáadunk még egy kört, és nem mi fog lejárni, hanem újfent 6 óránk van. 6 óra alatt nem érünk ide a holdra, ugye ez majdnem 3 napos útról beszélünk.
mint hogy 3 perccel előtte leszünk a indításnak. Mivel ez a vacok világít, ez nem a világítás, a másikra nem kell, mert ezt ide mögé fogom csatlakoztatni. Szerintem, vagy elé. Meg az is lehet, hogy eléje. Na. Jó, azt mondja, van 2 percünk, és azt mondtam, hogy ez egy 3 perces manőver, tehát 40 másodperc múlva fogunk indulni ezzel, úgyhogy kicsit pörgessük be a dolgot, jó, de csak ennyire, és 5-6 másodperc indítom a manőverfúvókákat, és nullánál rendesen 2-1, és a Kerbal Engineer Redux-on nézem, hogy mikor kell indítanom, úgyhogy mielőtt valaki nem értené. Itt van a Time to Node Burn, ez az időpont érdekel minket mindig. Ez egy 3 perces manőver, úgyhogy tulajdonképpen hamar véget fog érni. Bizony. Legalább nem kell sokat várni. Tehát nem ilyen 20-30 perces manőverek, szerencsére. Na, pillanat. Na még 1 perc 20. Kár, hogy mindent előről kellett kezdeni, ez így nagyon nem jó, de hát mit csináljunk. Ez van. Nézzük, 80 méter per szekundum, gyerekek, fél perc. És tulajdonképpen létrehúzzuk azt az orbitot, ami elég magas még, de a hold leszálláshoz teljesen jó lesz. 30 méter per szekundum. Hajtómű leáll. Na nézzük, azt mondja, 100x105 km-es orbitális pályát sikerült létrehozni, és azt hiszem ez így nagyon tökéletes. És ha nincs más hátra, mint visszaugrunk ugye a érkező járműhöz, erre a elemre, a lakomodóra, és gyorsan kinyitjuk a antennáit, mielőtt nem tudnánk kinyitni, hiszen ez is szép lassan, még éppen, hogy adatkapcsolatban van, viszont ez átjátszó állomás is egyben, úgyhogy azért is most ezt az antennát pakoltam rá, így, tökéletes, és akkor szépen bevarpolunk a hold vonzás körzetébe.
De lehet, hogy előtte végrehajtunk egy manővert. Na nézzük, azt mondja, hogy hold. Azt mondja, hogy itt kell. Hú. Nem tudok, de létre tudok hozni. Jó, ez 8 óra, 1 óra, oké. Na nézzük, ő lesz a célpontunk. És őt átélőjük célpontnak. Ezt nem tudom hirtelen, hogy... De, tökéletes. 11 fok. 11 fok. Jó, 10 fok. Ezt majd módosítani kell itt. Ez biztos. Hát... Valamennyit leszettünk róla, de... Valamely, ez azért jelentős mennyiség. Jó, tehát ezt a manővert mindjárt végre is hajtjuk. És utána beérkezünk, akkor végrehajtjuk a megközelítést és a dokkolást. Illetőleg mielőtt még ez megtörténne, 1 óra 45 perc, visszaugrunk az űrközpontba, és az első személyzetet el fogjuk küldeni a holdbázisra. És reméljük, hogy ez ott fog most már maradni. Hello, Viking! És köszönöm szépen a lootot. Hello, Predator! Most nézem, kik vannak itt följel, egy kicsit nem nagyon láttam. Na, gyerekek, és következik a második 5 perces szünetünk. Ne szaladjatok sehova!
Na srácok, lámpát már lekapcsoltam, mert az asszonyka már lefeküdt, úgyhogy maximum ilyen jó sötét kopasz láttuk most. Illetőleg jó leiszom magam vízzel, jó hideggel. Na. Nézzük is akkor a eszközünket. A Holdra jó lenne a bázisra több nagyobb személyzetet vinni. Hát na mindegy. Megy a három személyes, jobbat nem tudok. Ez visszatérő egység is egyben úgy, hogy hővédő pajzs az szigorúan fog kelleni. Ezt levesszük 320-ra. Ezzel már is spóroltunk egy kis súlyt. Azt mondja, a docking port, a krempódron, a súlya 0,1-0,5. Marad ez. Jöhet a... ezt nem kéne üzemanyagba után tölteni, igen? Na majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Azt mondja, hogy... ezt a nagyobbat tegyük föl. És erre is ugyanezt a hajtóművet fogjuk föltenni. Ezt a fajtát. Csak ebből 6-ot, 4-et? Meglátjuk. Nézzük, Erosin NTO-ból 3300 lesz így. Jó, és 0,6 túlerő tömeg arány. Hát nem túl erős, az biztos, de hatékony. Kellően hatékony. Jó, van hangom. Most nem maradt le a hang. Na nézzük a csetecskét. Azt mondja, napelem, energia és a többi. Meg még egy kis hidrazin, ami szükségeltetik. Na nézzük, azt mondja, vannak különböző tartályaink. 135-ös, 135-ös, 110-es, hoppá, 32-es. Szerintem ez a 32-es is bőven jó lesz. Bőven sok. Ebben nem erozin kell majd, hanem hidrazin. Gyorsan földobunk manőverfúvókát. Már tudunk hidrazint beletenni. Ebben is van 150, meg itt is van 150. Ennek az elét levesszük 36-ra, ez jó. És kicsit följebb cincáljuk ezt a tartályt. Égni. Jó, illetőleg még kell üzemanyag tartály. 3240, hogy megbízható legyen az egész elem. És ebbe erozint teszünk. Jó, akkor tulajdonképpen már csak a napelem hiányzik egyedül. Elektromos energia, kommunikáció, és a többi, és a többi, és a többi. Jó, akkumulátor, abból elég lesz a kisebb fajta is, most a 150,
ide, és be is forgatjuk. Jó. Súlyt hova sikerült föltornászni? Gyerekek, 20 tonnában vagyunk. Prima. Sikerült a 20 tonnába megállni. Ez óriási. Viszont ebben nincsen manőverfúvóka most még, ez nem az a verzió. Nézzük, hogy hol a tömegközéppont. Hú, úgy látom, az akkumulátort onnan el kell venni. És ide valahova lentre tesszük inkább. És akkor vegyük le az üzemanyag mennyiséget körülbelül. Így 2800 fog maradni. Körülbelül durván. Jó. Visszaállítjuk az üzemanyagot. És akkor egy kis világítás. Kimondottan a kedvetekért. Az érdekes. Na mindegy. És kicsit elforgatjuk. Jó. Ez így teljesen jó lesz. Kicsit kapcsoljuk. Na, azt mondja, hogy 0,15 méter per szekundum, és 19 tonnák lettünk, és nincsen benne kiszedve üzemanyag, tehát ez így jó, ahogy van, elvileg. Szóval nincs benne távirányító, de mondjuk ebben nem is kell. Jó, azt mondja, ebben ennek kell jónak lennie, és akkor új fent. Alápakoljuk az egész elemet. Kommunikáció. Hú, kommunikáció tényleg. Viszont ebbe csak ilyen sima kis antennát fogunk tenni most. Így, ennyi. Viszont ennek már be fogom lőni ide a dolgait. Napelem az egyes. Sőt, mehet rá a antenna is. Hát, űrhajó. Jó, oké. 3 és holdra ment. Oké. Na keressük meg, hol van ez a fokozat, hordozó fokozat, amivel simán el tudunk jutni ahol. Hú, nem jó. Nem jó. Ez ugyanis nem ad ilyen pontot. Ha. Akkor bizony marad az, hogy ebből a hajtóműből hatszorozunk. Jó, és megnézzük, hogy ez így egy kicsit nem igazán jó. ...85%-nál sem, de 80%-nál már nem ér hozzá semmihez. Úgyhogy jó. Jó, prima. Indítási sorrend ellenőrzés. Ó, ejtőernyő. Már megint lehagynám az ejtőernyőt. Nem baj.
Na nézzük. Radiál ejtőernyő. Azért ennyi nem kell, elég lesz kettő is bőven. És tükrözve kérném. Köszönjük. Kicsit rángatjuk ezt is, ne ott legyen a hold. Jó, prima. És ott jó helyen van az ejtőernyő. Abszolút ez a fokozat, ez ezzel együtt fog indulni, ez jó. Ezek egyszer indulnak, jó. Elhajítjuk, beindul, bla 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 bla. Úgy tűnik, hogy mindenki a helyén van. Viszont a áramvonalazó kúpot is csak újra kéne tervezni, vagy nem kell? Hát azt nem kell. Az úgy, ahogy van, jó. Na, azt mondja, hogy atmoszférába 1.76-tal indítunk. Jaj, de prima. Akkor már csak a első fokozatot kell gatyába rázni. Ahogy illik. Még egy kicsit följebb. Jó. Ezt szépen lehajítjuk. És helyette föltesszük a jó kis klasszikust. Így. És most jöhet a konnektor csatlakozó, nem is konnektor ez, hanem ilyen merevítőcső. Előbb-utóbb csak meggondolja magát, ezt ráteszi. Ez az. És oké, nagyon szépen köszönöm a lútó gyerekek. Na most egy kicsit szétszóródott a móka, de mindjárt összerázzuk a sorrendünket, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Gimbán lejjebb veszünk egy incifincit, mentünk, és megnézzük, hogy van-e benne Kerman, van benne Kerman, jól van. Szépen kilőjük őket a fenébe. Hát mindent újraépíteni, gyerekek. Holdnál, hát ez nagyon só volt. Lesz manőver. Megnézzük, hogy hogy áll a 48 fok és nő. Tehát nekik még van egy kis idejük, úgyhogy visszaugrunk a következő űrhajónkba, ami itt van. A lakómodul. Elugrunk oda.
1 óra múlva ugye manőver, 2,9 méter per szekundum, gyerekek, hát ezt megcsináljuk. Perc. Jó, ezt manőver fúvókákkal megoldjuk. Jó. Jó, oké. Illetőleg ez 3 nap míg odaérkezik körülbelül, tehát ez 2 nap 16 óra, ennyi idő nem kell, hogy pozícióba álljon tulajdonképpen a föld, 1 nap kell neki, úgyhogy vissza kell ugrani a űrközpontba, és megkeressük a indítási ablakot az űrhajónak is, hogy föl tudjon szállni. Tehát minden nap van egy indítási ablak a Hold felé, hiszen a Föld 1 nap alatt fordul meg, és minden egyes nap keresztezi a a Holdnak a pályáját, a kilövő állomás, úgyhogy ez így megy. Na. Töltsél már be. -54 fok, 1 óra alatt 35-ről 54-re. És még mindig nő, úgyhogy most fog csökkenni. Négy, három, kettő, és jó, teljesen jó, megyünk, nem mocorogjál. Jézusom, milyen pofát vágnak ezek! Azt a rémült fejeket! Egész jó a teljesítményünk.
elnéztem a fordulót, kicsit. Hello, meg Petya! Az mindjárt kifogy. Fokozatváltás. Szépen nyugodtan haladunk, gyerekek. Nagyjából 10-valány tonnát tudunk hold orbitális pályára juttatni, ami nagyon jó egyébként. Jaj, és teljes gáz. 1,3 túlerő tömegarány, egész jó. Hú, gyerekek, nekem kell egy kávé. Mese nincs, mindjárt leborulok itt az asztalra. Ugye elmegyek, hozok egy kávét, de ezt megállítom. Nehogy elszaladjon. Csak a buapszisz. És már lassan átrakom. Hát még nem. Oké, Sanya. Itt van, gyere, így áll, tessék. Na, egész jól haladunk. Üzemanyag.
1000 méter per szekundum. Baromi gyorsan létrehozzuk a manővert. Gyerünk. Ennyi azért nem kell. 500, 400, 100. Nálunk erre a pontra. Az Istenért fagyd nekem állandóan ez le. Gyerünk. Jó, és megnézzük, hogy 1 perc 30 másodperc múlva 55 másodperces gyújtás idő, tehát valami 5 másodperccel kevesebb, mint a 30. Ez a 27 és félnél kell. A 27 és fél. Jó. Ennek a hajtóműveznek is szolgált. Ezt többet már nem lehet indítani. Ha tetszik, ha nem. Kifogy. Se jó. 50, 40, 30, 20, 10. Na, fagyjál le, ajtómű leáll. Jó, jó vagyunk. És most jön a hold becélzása. Hát akkor nagyjából majdnem ugyanitt. Vinci-fincivel előrébb. Azt mondja, periapszisz. Ez a pozíciónk. Hoppá! Úgy, Jézusom! Na jó, majd összép hozzuk a dolgot. Tehát egy óra múlva van egy 4000 méter, majdnem 3099 méter per szekundumunk. Ez 3 perc 45 másodpercig fog menni. A fele nem menj, az 2 percnél van. Ugye az első fokozatunk, ami most az első fokozat, az 53 perc, 5 másodperc, nem, egy kicsit hátrébb. 52, ez az. Ósegre manőver pontra is rá kell állnunk. Jó, álljunk rá. Azt mondja, 40 másodperc múlva indítjuk a hajtóművet. Fú.
gyerekek, megint ezt a jó meleg nyarat. Eddig még nem sikerült megégnem, de fél, hogy majd igen. 20 másodperc. Hajtóm indításig. Tíz másodperc. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ne fagyd le. 1 és hajtom indul. Ez a harmadik fokozat nagyon jól sikerült egyébként. Ennyi üzemanyaggal, tehát 3100 méter per szekundon, több oxigénnel. Egy pár kering is biztos kibír. Anélkül, hogy az oxigén szintje olyan szintre csökken, ami már nem elég. Ma úgy látom, nem vagytok nagyon aktívak. Máskor már ilyenkor a chat tele van a hülyebbnél hülyebb beszólásokkal. Most ahhoz képest igen csöndben vagytok. Úgy látom, máshol is meleg van. Sütöget már ide a napocska. Hű, a mindenit. Még másfél perc, elvileg, hát inkább 3. Kicsit több mumbázis ugrot újra kell pakolni. A mai projekt Zoli az, hogy mindent újra kell csinálni, mert fogta magát a játék és közölte, hogy valami part hiányzik. Amit azért nem értek, mert ugye mikor kezdtem, fölmentünk a szerverre, megnéztük kinek milyen van, simán fölléptem. Utána a mentést indítottam és közölte, hogy hiányzik egy part. Semmivel nem jutom a játékhoz, tehát... Mindegy. Kelvin Erzum csodái, Real Solar Systemben. Na, 400 méter per szekundum van még hátra. Nagyon kevés fog kelleni. Elvileg. Vagy nem. De kell. És ez még 20 másodperc, jó? Más 10 méter per szekundum. Jó, és megnézzük, hogy sikerült a pálya. Nagyon is. Szamperiapszisz lett ebből. Gyerünk, mozogj,
mindjárt lesz jelünk, periapszisz jelünk. Ahó, periapszisz jel. Na végre megvan. És az már sok. És belőjük erre a magasságra. Teljesen jó. Jó van, gyerekek, ne haragudjatok rám, de én nekem is be kell fejeznem, mert mindjárt ráborulok itt a billentyűzetre. Ugye mondtam nektek, voltam ma dolgozni, és nem volt annyira sok, csak az a meleg. Ja, borzalmas, gyerekek. Nehéz elviselni. Minden pillanatban ragad rá, szerintem attól függetlenül, hogy 8 órát aludtam. Elfáradtam, gyerekek. Majd legközelebb fogjuk folytatni a Rigosolar Systemet. Hát nagyon sajnálom, hogy így szépen összebugzódott a játék, ellenben azért kíváncsi vagyok valamire, tehát visszaugrunk a űrközpontba. Ahhoz képest elég gyorsan sikerült mindent visszavarázsolni, majdnem mindent a helyére. Hát ez a 2 óra 40 perc mióta megy az adás. Tehát ott van már egy űrállomásunk, ott a következő űrállomás elem, itt a legénység az úton. Már csak a lander hiányzik, a hold leszálló egység. Tehát kimegyünk a játékból vissza a menübe, innen, mert akkor van egy mentés. És megnézzük, hogy föl tudok-e lépni a szerverre. Tehát ugye a szerveren fönn voltam, ott megvolt mindenem. És miután lejöttünk a szerverről, és ugye a klón mentést ugye indítottam, akkor volt az, hogy jelezte, hogy valami hiányzik, és föl tudok lépni simán, gyerekek. Tehát nem is értem, mi a problémája. Hát nem tudom, hogy mi tűnt el a játékból, mert hiszen itt vagyok benne a szerverem. És ugye a szervernek a módvezérlése nem engedi meg, hogy belépjünk, hogyha hiányzik egy mód, vagy akár egy part, vagy valami. Tehát ugye csinál egy ilyen összehasonlítást, hogy van-e neked ez. Ha nincs, akkor nem enged be. Jó, hát ennyi, az működik, tehát egyszerűen csak megkattant a játék a meleg bújlátom, nem csak én. Hát ne haragudjatok, tényleg nagyon mocskos fáradt vagyok. Készülődök nektek a jövő hét végére egy kis meglepetéssel, hiszen 3 éves a Kerbal Space Program, a Magyar Űrprogram weboldal, úgyhogy a jövő hét végére lesz majd belőle valami jó kis bulis dolog. Na. Megnyugodtam, én is reinstall előtt állok. Jó van, rendben. Oké, na srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Holnap nem tudom, milyen játékkal jelentkezem este. Ha lehet, akkor Apex-szal. Ha nem, akkor még nem tudom. Nem biztos, hogy a Rage-el. Akkor inkább már Subnautikával. De fogok egy mocskos jót most aludni, gyerekek. Engem reggel 8-ig kéne rángasson senki az ágyban. Csak további kellemes jó éjszakát, kellemes hétvégét kívánok nektek. Sziasztok!